Na, sziasztok, sebizások! Mai sajtótájékoztatót és véleményindítást a Laura utcából készítjük, illetve tudósítjuk nektek. Most volt egy tárgyalásunk, egy Csányi Sándor által gerjesztett bírósági tárgyalás volt a Budakeszi úti bíróságon. Ebben 16-an vagyunk gyakorlatilag benne, de a tárgyalás az elmaradt, mert Naszáírónk a betegség miatt nem tudott eljönni, Krisztián meg még nem vette át a vádiratot, úgyhogy nem olvasta el, és ezért azt mondta a bíró, elhalasztja a tárgyalást, úgyhogy most augusztus 29-én 10 óra? 10 óra. Igen, de lesz. Nem csak emiatt halasztotta el, hanem a legfőbb bűnös a Laci volt, ja, aki egy beadványt nyújtott be, és azt mondta, hogy mivel hogy ezt a beadványt ők nem tudták teljesíteni, miszerint ugye kérte a Laci a beadványában, hogy legyen hangrögzítés is a tárgyaláson, hogy, hogy szó ugye szó szerinti jegyzőkönyvezés és hangrögzítés, és azt mondta a bíró, hogy ezt nem tudták ilyen rövid idő alatt teljesíteni, mivel nemrég kapták meg ezt az indítványt, és azt mondta, hogy ezért, legfőképpen ezért lesz augusztus 29-én a folytatás. Ja, meg ugye, hogy nem kaptuk meg az értesítést, az idézést a mai tárgyalásra, tehát a bíróság azt, a bíró azt mondta, hogy ez nem kötelező, nála kit akarta bejelenteni, hogy egyesíti a két ügyet, a BLFK-s meg a NAV-os ügyet. NAV-os? Ennen is, NAV-os, ennen is ügyet. Na. Igen. Ugye azt a múltkor is elmondtam, hogy miatt volt a választás, akkor Csányi Sándor azt mondta, hogy jó lenne, ha ez a kormány maradna, mert akkor a bankok nem rendülnek meg, és tovább folyhat ugyanígy a kifosztás, ami a mai napig is folyik. Most mi, mikor jöttünk be reggel, Marikával éppen arról beszélgettünk, hogy tegnap hallottunk egy esetet, hogy el akarták venni a házát a idős párna, házas párna, és a férfi nem bírta és felakasztotta magát. Tehát ugye ezekről nem nagyon szól a fáma, hogy hány ezer ember lesz öngyilkos, hánynak kell elmenni az országból. A másik pedig egy másik eset, hogy fölvettek X összeget, kifizettek egy csomó pénzt, többet, mint amit fölvettek, mégis el kellett adni, illetve elvették a házukat, és abból a pénzből, amiért eladták a házukat, abból vettek vidéken egy kisebb házat, és gyakorlatilag elmondhatja a házaspár magáról, hogy ott kezdték, ahol 45 évvel ezelőtt a semmiből. Tehát ezt hozza nekünk ez az új hatalom, illetve ez a régi új hatalom, ami azóta is ezeket a dolgokat folytatja, és folytatni is fogja, hiszen nem állunk itt 1000-100-10 000 ember az utcába, ha ez mind másképp lenne, akkor már rég nem lenne ilyen dolog. Ugye arról sem feledkezzünk meg, hogy ez az ország ez olyan, hogy szólás után nincs szabadság, hiszen az a bíró, aki tárgyalta ma az ügyünket, az Lacinak meghosszabbította a kitiltást Budapestiről, tehát gyakorlatilag még mindig ki van tiltva ebből az utcából is, és egész Budapest közigazgatási területéről. Továbbra is a végrehajtásokat követeljük, hogy vigyék a parlament elé, tárgyalják újra a végrehajtást, állítsák le kilakoltatásokkal egyetemben, de ez ugye a kormány nem igen akar hajlandóságot mutatni, ellenzék az meg nincs, én azt mondom, az ellenzék az meg hazaáruló, úgyhogy itt tartunk jelen pillanatban, de ha minél többen fölállnátok és folytatnátok ezt a véleménynyilvánítást, ahogy a sárga pólósok, akkor bizony egész másképp alakulnának a dolgok, addig meg viszont folynak tovább a családok tönkretétele. Na hát én már rég voltam itt, viszont ma úgy éreztem, hogy el kell jönni, mivel hogy van egy olyan benyomásom, vagy egy olyan érzésem, hogy nem biztos, hogy pártatlan lesz a bíróság ebben az ügyben, úgyhogy én ma követeltem is a bíróságon, felmutattam a bírónak is azt, hogy pártatlan bíróságot követelek, mert egyszerűen borzasztó. Tehát én úgy érzem, hogy a Csányi Sándor azért, mert ő a leggazdagabb, vagy majdnem már, mert talán lehet, hogy már a Lőrinc megelőzte, nálam már biztos, hogy jóval gazdagabb, a kerítése többet ér, mint az én lakásomára, és még ezt is el akarják tőlem venni. Nem tudom, hol vagytok, OTP, károsultak, mert mi itten tiltakozunk, ugye, és bennünket bíróság előtt citál olyan ember, akinek ő magának kéne bíróság előtt állni. Ha elég sokan követelnétek, higgyétek el, akkor ez már megvalósulhatott volna. Minden bankvezetőt már bíróság elé kellett volna állítani. Van olyan ügy, amiben közel 1700 ember követelte a
név szerint a bankvezetőknek, köztük Csányi Sándornak is a bíróság elé citálását, és egyszerűen ő kezdeményez velünk szemben bírósági pert egy olyan tárgyban, amit úgy hívnak, hogy zaklatás, ami kifejezetten családjogi ügyben került kialakításra, tehát a zaklató családtagot lehet távol tartani vele. Úgyhogy ez egy precedens ügy is lesz egyéb iránt, mert szabad véleménynyilvánítás ügyében még nem fordult elő, hogy zaklatás történt volna, vagy ezt nem tudunk róla. Úgyhogy mi vagyunk az elsők, akiket így bíróság elé visznek ezzel a váddal. Ugye itt állunk, tehát de ezzel zaklatást követünk el. Közes távolban nézetek körül nincs szomszéd. Minden a Csányi Sándoré, itt a szomszédságban a volt gyermektábor itt szemben, ez az épület. Ott az a túloldali hatalmas telek, ami be van kamerázva, amiről rögtön látják, hogy jövünk, amit Csányi Sándor őrei figyelnek, az is a Csányi Sándor tulajdona, nyilván nem azért van be kamerázva, mert nem az övé, hanem igen, azt is ő szerezte meg. Gyerekeknek már nem kell táborozni, ő viszont itt rátette a legjobb telkekre a kezét, és egyszerűen nincsen lakószomszédja, körülbelül 60-70 méterre van az első ház, ott arra a táborban lehet látni, tehát egyszerűen nem is hallják, hogy itt vagyunk, és hogy itt beszélünk, de hát szerintem... Vagy a fűnyíró hangosabb. Igen. De szerintem ott benn a családi házban sem, mert ugye az is jóval távolabban magának Csányi Sándornak a háza, tehát hogy az, hogy mi beszélgetünk, abból szerintem az égvilágon semmit nem hallanak. Tehát itt arról nem beszélve, hogy célzatos ügyről van szó, tehát a zaklatás az egy célzatos bűncselekménynek minősül. Hol van ebben a célzatosság, hogy ha ide kiállna a Csányi Sándor és nem szól hozzám, biztos nem szólnék hozzá. Tehát, hogy egyszerűen nem is értem, nem találkoztunk még vele. Tehát, hogy milyen célzatos beavatkozás van, vagy az, hogy ide jövünk egy fél órára, sem hosszában, sem gyakoriságában nem valósítja meg ezt a bűncselekményt. Tehát, hogy nem tudják ezt igazolni, és nem tudják ezt ránkúzni, de én tartok tőle, hogy ettől függetlenül nem lesz pártatlan a bíróság. Szabad véleményen álltok a szemben, de ugye miért? Mert egyszerűen az OTP kárvallottjai nincsenek itt. Miért nem jöttök? Ha jönnétek, és nem ennyien lennénk, akkor tudja, nem lehetne bíróság elé állítani. Látjátok, most is bement egy autó. Senki nem akadályozta. És senki nem akadályozta, mert olyan távol nem vagyunk, hogy aztán abszolút nem zavartunk senkit. Most ment be itt a Csányinak a bejáratán. Tehát, hogy egy autó kibe tudnak közlekedni, az évvilágon senkit nem zavarunk, nem avatkoztunk be senkinek a magánéletébe, tehát ez egy precedens per lesz, és én most azért jöttem el, hogy ez ellen tiltakozom bíróságon is, ez emiatt tiltakoztam, és itt is Csányi ház előtt. Egy mondat erejéig még megengedett, Marika, kiegészítse. Tehát ha kíváncsiak vagytok, hogy mi az a zaklatás, a BTK 222 paragrafus egybekezdést el kell olvasni, és ott feketén-fehéren látjátok, hogy mi az. Tehát az, hogy az ügyész is beleírta a vádiratunkba, hogy az úttesten, közterületen nyilvánítottunk véleményt, és ezzel, mint olyan, elkövettük a zaklatás bűncselekményét. De ez egy fasság, ez hülyeség, mert ugye a főutcában és Szigetszent Miklóson is a bírók tudták, hogy mi az, hogy véleménynyilvánítás, mi az, hogy zaklatás. El is dobták az ügyet, tehát nem lett ez zaklatásnak minősítve, de viszont föntről voltak erősebb emberek, akik nyomáskényszerítés útján a törvényszékre nyomást gyakoroltak, és ők azt mondták, ezt másképp kell értelmezni, és azt mondták, hogy elkövettük az zaklatást. Hát már manapság ugye, amikor egy olyan diktatúrában vagyunk, immár 2012-től, amikor az alaptörvény érvénytelen, ne is csodálkozzunk azon, hogy a törvényt úgy lehet értelmezni, ahogy akarják. Ugye a törvényesség látszata tartja ezt az egész rendszert, ugye már 2014-ben is, és most is az érvénytelen alaptörvényre tettek esküt,
a képviselők, úgyhogy nem csak az ellenzék a hazuáruló, hanem a Fidesz képviselőik is, úgyhogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy csak olyanok ülnek szinte. Talán volt egy pár, aki állítólag valami más szöveget mondott, fogalmam sincs, hogy kik voltak azok, és milyen szöveget mondtak, de a nagyobb része az az érvénytelen alaptörvényre tett esküt. Ugye gyakorlatilag ezért aztán bűncselekmények sorozatát lehet elkövetni. Itt ugye beszéltünk a kilakoltatásokról, most hallottam például valakinek meg volt hirdetve, hogy lesz kilakoltatás, hogy menjenek segíteni. Nem tudtam menni, és utólag érdeklődtem, hogy mi történt. És igen, elvették ki, föltörték az árat, de nem aznap mentek be, hanem előző nap. Előző nap mentek úgy, hogy volt neki papírja róla, hogy nem lehet. És ennek ellenére előző nap, és állítólag ez lesz a gyakorlat, csak így mondom nektek, mire készüljetek fel, ez lesz a gyakorlat, hogy nem a közölt időben fognak menni, hanem valamikor előtte. Rendszerint úgy, hogy szerintem előre kinézik majd, hogy mikor nem lesz otthon az illető. Feltörik az árat, mindennét elvitték az illetőnek. Nem egy luxus lakásban lakik, ezért nem arra kell gondolni, hogy műkincseket és értékes bútorokat, festményeket, ki tudja miket vittek el, hanem hétköznapi teljesen használ olyan tárgyakat, ami csak a tulajdonosának jelentett valamit. Egyrészt azért, mert lehet, hogy emlékei fűződnek dolgokhoz, másrészt azért, mert őneki ez volt és ez megfelelt, de nem lehet pénzét tenni, vagy olyan értéket kisajtolni belőle, ezt csak azért vitték el, hogy ezzel is a földbe döngöljék az embert. Tehát ez lesz a gyakorlat, hogy lehet, hogy kidobják, lehet, hogy nem kell senkinek, de akkor is elviszik. Egy kérdésem van, ezeket a bútorokat, ingóságokat nem esetleg egy lerakatba tették, ahol nem tudja elvinni senkit? Tehát nem megölték? Nem tud hozzáférni, én úgy tudom. Én úgy tudom, akkor... de hát ez az én információm, de tudok mást, ugye, akkor, hogy is akkor... hívták, milyen Béla volt, akinek úgy vitték el a lakásból a dolgait, hogy még a rendőrség is ott asszisztált, végigálltak ott. Akkor elképzelhető, hogy az ingóság is, ingóságok is tulajdonképpen lefoglalás alá kerültek korábbi időszakban. Vagy nem? Az ingóságot nem nagyon szoktak, ha nincs értéke. Nincs értéke már, tehát azért mondom, hogy nem olyan értéket képviselnek, amit pénzért tudnak tenni. Egyszerűen csak azért, hogy nem, kész. Az más kérdés, hogy most az illető visszafoglalta a lakást, de most az üres lakás van neki, és az összes dolga, ami volt, az nincs, és nem tud hozzáférni. Tehát, hogy ez lesz most állítólag a gyakorlat, ő volt az első ilyen precedens, és majd így fogják csinálni a kilakoltatásokat. Hát, amit én szeretnék mondani, hát most már lassan másfél éve ez az oszlop, ugye tudjuk, hogy minek a színhelye, nem kellett már újra is újra elmondani. Ezt most újra megerősítette állítólag ugyanez a bíró, akikről ma már beszéltetek, hogy Lacinak újra meghosszabbították ezt a Budapestről való kitiltását. A másik dolog a tárgyalással kapcsolatban lényegében elmondtátok már gyakorlatilag Ferdinánd is, Marika is, hogy mi ez, hogy mindez, de a Marikához kapcsolódnék abban a tekintetben, hogy a fűnyíró nagyobb zajcsap, mint az innen 30-40 méterre lévő házba, hogy ne hallják, de viszont a bíró elutasította azt az indítványt, amit Ferdinánd tett, hogy oda a szomszédhoz elhaladszik, amit most mondok, vagy ezen a vákon és hálón, meg tömör kerítésen gyakorlatilag keresztül. Hangerőmérést ért. Így van, és a hangmérést azt elutasította. A harmadik dolog, hát te döntesz, itt van, te döntesz, neked kéne dönteni, hogy mi legyen, hogy legyen. A negyedik dolog pedig, amiről beszélni szeretnék, és feltűnt nekem most, hogy a vádiratot néztem, az egyest, a kettest is, több helyen a rendőrség könyörög, hogy Sanyikám, jelens már fel, majd a többit mi elintézzük. Gyakorlatilag így néz ki. Én feljelentettem Csányi Sándort, ugyanúgy a 222-es paragrafus egyes bekezdése, hogy ő tényleg beavatkozik az életembe, mert most már minden percemet leköti, nem nyomoz senki. Csányi Sándor köp egyet, és már nyomoznak, hogy miért köptél, Sanyi? Gyerekek, milyen világban élünk? És ugyanott vagyunk, ahol
április 8-a előtt semmi nem változott. Ugyanez a kormány, ugyanezt tehetik, ugyanígy a bankárkormány, ugyanígy kifosztanak, a kilakoltatások mennek most már százával, csak május 19-ig, ha jól emlékszem, 234 Seviza kilakoltatást hajtottak végre elsőjétől, és ti még most sem döntöttetek. Ti még mindig vártok. Nem tudok hozzá mit mondani tovább, mert kész. Ez a rendszer, ez kész. Itt ha nem állsz oda a másik oldalra, akkor gyakorlatilag kivégeznek. Mint ahogy említettem ezt a feljelentést is, nekem akadályok, Csányi Sándornak, meg könyörögnek, hogy jelent már fel őket, mert itt van. Én másfél hónapja voltam itt, de az ügyész azt mondja, hogy rendszeres. Gyerekek, hát ha ez rendszeres, akkor mi? És akkor mi van? Rendszeresen? Hajra. Rendszeresen nem lehet véleményt nyilvánítani? Lehetne akár. Nem rendszeresen. Akkor, sziasztok, még jelentkezek ma. Hajrá! Más részéről, hajrá! Sziasztok!